válogatom Kendermagban. A kis király sem él jobban. Ezért aztán gyúk a nyóhát, jól megbecsüljeken magát. Iparkodjék, ne legyen ám tojás szűkében az anyám. Morzsakutyák, hegyezd fület, hadd beszélek mostan veled. Imi, mondj egy verset. Sokszor hangzott el ez a kérés Hajdunánáson, ahol Csulya Imre nevelkedett. A nagymamája volt az, aki már gyerekkorában megszerettette vele a verseket, és tanított meg neki számos költeményt, már az unoka még alig volt 3 éves. A versek iránti rajongása felnőtt korára is megmaradt. Így amikor néhány évvel ezelőtt összeállította az önálló estjét, a sokat ismételt mondatot választotta címül. A versről való gondolkodás később színészi pályáján is végig kísérte. Ezek olyan hatalmas költök. Éppen most, ahogy készültem erre az estre, hát ugye újra olvasom, memorizálom, hogy felkészüljek rendesen. Hát olyan hatalmas költőóriások ezek, ez az Adi is, hát szóval, hát Arany Jánosról nem is beszélve. Szerintem megkockáztatom, hogy ő a legnagyobb magyar költő. Iszonyú hatással voltak tehát a utódaira, utókortársaira és a mai kortárs irodalomra is. De hát azért Adi egészen elképesztő. Meg a Petőfi. Meg hát tudja, ezek az emberek annyira fiatalon haltak meg, hogy mindig az vágja homlokon az embert, hogy tudtak ilyen rövid életük alatt ilyen csodálatos műveket írni. És ennyit. Elképesztő az életművük. Csulya Imre számos meghívást kap az ország minden részéből, eddig 70 alkalommal lépett fel az összeállítással. A Mi kis falunk című sorozat legújabb részei, amelyben a polgármestert alakítja, hamarosan láthatóak lesznek a képernyőn. Az Örkény Színházban is sok munkája van, ebben az évadban 12 szerepet játszik. Eddig csak egy bemutatón volt, ez a Second Hand, amit a Bagosi László rendezett a rendező hallgatóival együtt, úgyhogy nekem most volt egy hosszabb pihenőm, ami rám is fért, mert előtte tavaly mutattuk be a negyedik Henriket, ahol magát a címszerepet és a Falstaffot játszom, mert ezek azért olyan egytőről fakadnak, nagyon hasonlítanak. Úgy találtam mondani a múltkor egy ilyen beszélgetés kapcsán, hogy képzeljék el a Tiszát, az a Henrik, és képzeljék el a Szamost, az a Falstaff, és ahogy robog a Szamos a Tiszába, a Falstaff a Henrikbe, egyszer csak elkezdenek egymással párhuzamosan haladni, aztán szétválnak picit, hogy megint összehúzzanak. Szóval egy kicsit a Falstaff Henrikes lesz, a Henrik egy kicsit Falstaffos lesz, és ettől nagyon izgalmas a dolog, mert a két jellemet úgy kell ábrázolni, hogy tulajdonképpen nagyon sok a hasonlóság bennük, és hát azt is markánsan ki kell hangsúlyozni, hogy mi az eltérés. Január 22-én a Magyar Kultúra Napja alkalmából Nyomtató Enikő és Horváth Viktor, a Móri Zsigmond Színház művészei lépnek majd fel, akik Adi Edrét idézik meg az Irodalmi Dominó soron következő estjén a Bencs Villában.